Üdv a királyságban, itt a King of the Layers. Ha a kreatív szakmában dolgozol, akkor valószínűleg tudod, mit jelent az a kifejezés, hogy deadline. Mert a határidők jönnek, a határidők közelednek, a határidők már a space-ben vannak. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma megmutatok nektek néhány tippet, hogy hogyan is lehet a határidőt legyőzni. Na most elsődlegesen, ami a legfontosabb, hogy a határidők soha nem mehetnek a minőség kárára. A kreativitás néha háttérbe lehet szorítani, viszont a minőséget azt mindig tartani kell. De ha nem is feltétlenül a határidők miatt szeretnél gyorsabban dolgozni, hanem egyszerűen csak szeretnél minél több munkát belesűríteni a 24 órádba, vagy ha olyan vagy, mint én, aki nem szeret pepecselni, meg hónapokig, hetekig dolgozni ugyanazon a projekten, akkor is hasznosak lehetnek számodra ezek a tippek. Első tipp, gondolkozz konvenciókban. Mint ahogy mondtam, a kreativitás néha háttérbe szorítható. Ne akard minden munkánál feltalálni a spanyol viaszt, ne akard megreformálni az egész grafikát. Vannak olyan dolgok, amiket már valaki nagyon jól kitalált. Az emberiség elmúlt 10 000 évében valószínűleg már más is találkozott azzal a problémával, amivel te most szembe kerültél. Nézd kicsit utána, nézd meg, hogy mások ezt hogy csinálták meg. Lehet szó egy regisztrációs mechanizmusról, vagy akár egy újságnak a felépítéséről. Lőd be, hogy körülbelül mennyi időbe telne kitalálni valami újat. Egy új felépítést, egy új mechanizmust, esetleg a színeket hogy lehetne másként kombinálni. Megvan az a szám, ami legyen mondjuk 2 óra, akkor a negyedében foglalkozz azzal, hogy körülnézel, hogy mások hogy oldották ezt meg. És ezzel a trükkel nem csak időt spórolsz, hanem UX szempontból is egy sokkal faszább anyagot tudsz összerakni. A konvenciók alapvetően azt jelentik, hogy az emberek már hozzászoktak. Az, ami évek óta egy weblapon ott van ahol, vagy egy újságban ott keresik ahol, azt az emberek előbb-utóbb mindig ugyanott fogják keresni. Ezért, ha konvenciókban gondolkozol, egy sokkal felhasználóbarátabb anyagot tudsz kiadni a kezed közül. Ne feledd, a jó művész másról, a nagy művész lop. Fun fact! Nem tudom, ismeritek-e Banksy-t, ő egy street art művészként vált híressé, stencilezéssel kezdte ezt az egész dolgot, viszont eléggé kinőtte magát. Ki volt egy alkotása, amire felírta ezt a mondatot, hogy a jó művész máshol a nagy művész lop. Ez alapvetően Picasso-tól származik ez az idézet. Na most Banksy felírta ezt a mondatot egy kőre, aláírta, hogy Picasso, áthúzta, majd aláírta a saját nevét. Csodás. Második tipp, lopj magadtól is. Ha ráfeküdtél esetleg a grafikának egy adott területére, akkor a jelenleg szemben álló problémával már biztos, hogy találkoztál. Vagy ha van elég referenciád, akkor is látni fogod, hogy ezt te már valahol megcsináltad. Nyugodtan vedd át egy régi munkádból azt, amire most szükséged van. Vegyünk példának egy regisztrációs formát, ez elég sok honlapon megtalálható nyereményjátékoktól kezdve egészen webshopokig. Elkészíteni egy ilyet körülbelül olyan fél, 3-4 óra, mármint persze egy egyszerűbbet. Viszont egy régebbi munkádból átvenni, kicsit átszkinálni, más színeket hozzáadni, a lekerekítéseket átállítani, nem valószínű, hogy többe fog telni 10-15 percnél. És így nem kell mindenhova újra beírnod, hogy név, e-mail, jelszó, jelszó újra, John Doe, Jane Doe. Fun fact 2. Ezt inkább a pályakezdőknek mondanám, a John Doe és a Jane Doe, ezek ilyen töltéknevek, általában angol nyelvterületen használják. Ha például van egy regisztrációs formod, és oda van írva, hogy name, akkor azt szokás mellé írni, hogy John Doe vagy Jane Doe. A magyar megfelelője azt hiszem a gipsziakab, viszont ezt létszi ne használjátok. A harmadik tipp, az első verzió joga. Nagyon sokszor látom az grafikusoknál, hogy ide-oda tologatják a dolgokat. Megnézik 4-5 verzióban, ilyen-olyan méreten, ilyen-olyan színnel. Na ezt felejtsétek el. Ha de ez nem úgy megy. Az a vicces, hogy pontosan de, ugyanis látom, hogy alakítgatják a dolgokat folyamatosan, és a végén 90%-ban visszatérnek a legelső verzióhoz. De ha pedig nem térnek vissza, akkor pedig annak egy oka van, hogy nincsen vízió. A munka nem ott kezdődik, hogy megnyitod a Photoshopot, szállj egy kis időt arra, hogy átgondolt, hogy mit, hova fogsz tenni, hogy szeretnéd, hogy felépüljön. Egy szóval, egy mondattal, egy kifejezéssel. Szóval legyen egy víziód. Ha erről a pakolgatásról, meg állítgatásról és hasonlókról nem tudsz leszokni, akkor nekem van egy nagyon jó játékom számodra. A játék neve az, hogy nincsen Transform Tool. Ha behúzol egy éteget a Photoshopba, vagy az InDesignba, vagy bármilyen hasonló programba, akkor egyetlen egyszer nyúlhatsz hozzá. Amit leraktál, az ott marad. Úgyhogy ezt a náci Németországot idéző vidám kis játékot ajánlom mindenkinek. Negyedik tipp. Programismeret. Ezt annyira nem is kell túlmagyarázni, mindennek ez az alapja, nagyon jól kell ismered a programot. Tudnod kell, hogy mit, hol találsz, mi, miután következik, minek mi a hatása. Nézzél sok tutoriált, ne is azért, mert érdekel a végeredmény, vagy szeretnéd megcsinálni, hanem mert rengeteg olyan dolog van, amit alapvetően nem használnál soha, és lehet, hogy majd másfél év múlva, vagy 2 hónap múlva, vagy az is lehet, hogy fél éve szükséged lett volna rá. És nem csak azt kell tudnod, hogy mit, hol találsz, hanem hogy vannak kis apróságok, amik nagyon meggyorsítják a munkádat, és a programismeret
felismert részhez tartoznak. Ilyen például az, hogyha egy objektumot kurzorokkal mozgatsz, akkor folyamatosan egy pixelt mész jobbra. Viszont ha nyomod közben a shiftet, akkor sokkal nagyobb léptékben tudsz haladni. Vagy ha brás és radír eszközzel kattintasz egyet, vagy shift lenyomása mellett kattintasz még egyet, akkor egy egyenes vonalat fog húzni. Vagy ha szépen be van rendezve a PSD-d és rengeteg gruppot használsz, és a gruppokon belül is vannak gruppok, amin belül vannak gruppok, de még a layerek is ott vannak, és már rengeteg helyet elfoglal a layer paneleden, akkor egy alt kattintással az előtte lévő kis nyílra be tudod zárni az összes gruppot egyszerre. Vagy ott van még az, hogy ha alt-al kattintasz két layer közé, akkor clipping masket hozol létre. De ezek igazából már nem is programismeret, ez már a következő kategória. Billentyű kombinációk. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, egyszerűen imádom a billentyű kombinációkat, és ajánlom, hogy te is imádd. Te, padok közt rejtező, alkalmazott grafikaszakos, ma még azt hiszed, hogy ez baromság, viszont egy napon a billentyű kombinációk eljönnek, te érted? Vannak előre beállított billentyű kombi... Igen? Imádok reklámügynökségnél dolgozni. Nem, amúgy tényleg szeretek. Főleg azért, mert amit mondtam, én nem szeretek pepecselni, és egy ügynökségnél ez pedig nagyon hasznos dolog. Még a távoli határidők is azért baromi közel vannak. De visszatérve, szóval Shift, Ctrl, N. Ezzel egy új layer tudsz létrehozni, habár nekem ez annyira nem esik kézre, én jobban szeretem a panelen elvégezni ezt a feladatot. Vagy a legelterjedtebb a Shift, Ctrl, Z, ami a visszavonás, és akkor innen szeretném üzenni az Adobe-nak, hogy légy szíves, engedje meg a fejlesztő csapatainak, hogy beszélgessenek egymással. Az egyik programban ez a billentyű kombináció ezt csinálja, a másikban pedig azt. Az egyiknél van az exportra billentyű kombináció, másiknál nincs. Az összes billentyű kombináció megtalálható az Adobe-nak az oldalán, ezt lent a leírásban linkelni is fogom nektek. Viszont saját billentyű kombinációkat is létre tudtok hozni. Ezt a lehetőséget az Edit menüpontban fogjátok megtalálni. A felugró ablakon kiválaszthatjátok, hogy a menü egyik pontjához, vagy esetleg egy panel funkciójához szeretnétek egyedi billentyű kombinációt hozzárendelni. Én például nagyon sokat használok Smart Object-eket, ezért beállítottam, hogy a Ctrl-Alt-Q-val bármit át tudok alakítani Smart Object-té. Illetve rengeteg vonalazót is használok, ez vagy a pontos tervezés miatt, vagy esetleg ha webet tervezek, akkor Bootstrap-re szoktam építeni. A lényeg, hogy a Bootstrap felosztja a területedet 12 oszlopra, illetve az oszlopokhoz még margót is rendel, úgyhogy ez rengeteg segédvonallal jár. És van, amikor a tervezés során ezeket ki kell kapcsolni, hogy egészben lássuk a képeket. Viszont nem szeretném folyamatosan kikeresni a menüből, hogy ezt hol is lehet megtenni, úgyhogy az én billentyű kombinációm erre a Ctrl és a numerikus billentyűzet fölött található perjel. Ha már egyedi billentyű kombinációkról beszélgettünk, akkor jöjjön a következő tipp, testre szabás. Az ott a te géped, a te szoftvered, úgyhogy állíts be mindent úgy, ahogy neked kényelmes. A paneleket rakd ki, amiket sokszor használsz, állíts be a sorrendjüket. A lényeg, hogy mindig érezd otthon magad a programban, ne legyen az, hogy most először ültél le oda és mindent keresel. Én például nagyon furcsának találom azt, hogy Illustratorban alapértelmezetten nincs kint a Pathfinder panel. Én ezt használom általában a legtöbbször, viszont valószínűleg ezzel én vagyok így körülbelül egyedül. Ha valamiben hiányt szenvedsz, és úgy érzed, hogy ezt az Adobe nem adja meg neked, akkor keresd kiegészítőket. Van egy tök jó oldal, ahol Photoshophoz, Illustratorhoz, InDesignhoz össze vannak gyűjtve a kiegészítők. Ez körülbelül fél, egy éve nincsen már frissítve, viszont a régi cikkek még fent vannak, ez a Photoshop LR. Hetedik pont. Lifehack-ek. Ha már elég jól ismered a programot, akkor olyan trükköket is tudsz alkalmazni, amik meggyorsítják a munkát. Ez lehet a layerek elnevezése, hogy könnyebben kereshető legyen, vagy akár színezés is. Vagy tudjátok mit, megmutatom, hogy én például hogy csinálok egy karúzelt. Ha fogalmat sincs arról, hogy én most miről beszélek, hogy mi az a karúzel, akkor a jobb felső sarokban lévő i betűre kattintva megnézheted egy másik videómat. Ott végigvesszük a Facebook hirdetési formáit, köztük a karúzelt is. Ezzel azért már kicsit segítettem. Kezdjük is a karuzel tervezést. Nos, amit látjátok, én ki is hívtam 4 artboardot, mivel ez egy 4 képből álló karuzel lesz. Ezt a képet szeretném végigfuttatni majd az egészen, mintha csak feldaraboltuk volna. Tehát, hogy valahogy így szeretném, ha kinézzen a végeredmény. Jönne, ha beleraknád! Oké, akkor... A hülye gép helyet megcsináljuk mi. Igen. Ezt ide behelyezzük. Áthúzzuk, viszont itt folyamatosan mindig ugyanazt a beállítást kapjuk mindegyik artboardon. És lehetne azzal játszani, hogy akkor én ezt most pontosan beigazgatom, meg minden ilyesmi, viszont sokkal egyszerűbb szerintem, hogyha az artboardokon kívül létrehozunk egy négyzetet, adunk valami szép élénk szint neki, és ezt hozzáigazítjuk, és innentől fogva már sokkal egyszerűbb a feladatunk. Nem kell folyamatosan nézni az ugráló dolgokat, hanem egyszerűen a sarokhoz igazítjuk.
Az kis semmiségnek tűnik, viszont pont erről szólnak a lifehackek. Ott egy pók a falon. Mondd kicsit, Timi. Láttál már falon pókot? Láttál-e már falon pókot? Megkérdezzem az időjárást, Vili. Nem, kérdezz csak meg te. Szóval, ezek voltak a tippeim a gyors munkához, remélem, hogy segítettem nektek hosszú és eredményes életet. Kösz, hogy benéztél a királyságba. Ha tetszett, amit láttál, akkor nyomj egy lájkot. Ha szeretnél még hasonló tartalmakat, akkor pedig a feliratkozás gomb lesz az, ami neked kell.